Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok. Sziasztok, én Karola. És elérkeztünk a Brodapest következő videójához. Holnap 17:00-kor érkezik a következő rész, a negyedik epizód. Hogyha nem láttátok volna még az előzőket, akkor azt se felejtsétek el megnézni. Ugyanúgy premier vetítésbe fogjuk lejátszani őket YouTube-on, mint eddig az összeset. Ott leszünk mi is, és élőben lehet velünk csetelni. Gyertek nagyon sokan, holnap a videónál találkozunk. Rebekával egy olyan játékot fogunk játszani, amelynek az a lényege, hogy van 2 darab hamis állítás és 1 darab igaz, és mi ki kell találjuk, hogy melyik az az egy igaz állítás, és akinek sikerül többet kitalálni, az fog nyerni a játék végén. Így van. Ahogy szerintem a fiúk ezt már elkezdték előttünk az ilyen játékokban, mi is kőpapírollóval fogjuk eldönteni, hogy ki kezd, úgyhogy kőpapírolló. Hát akkor kezdem én. Az első 3 állításom vagy történetem, ugye lehet állítást és történetet is mondani. Első, igen. Szeretem a halat. Igen. Második, szeretem az olivabogyót. És a harmadik, nem szeretem a pizzát. És Karolának ebből kell kitalálnia azt az 1 darabot, ami igaz, és 2, ami hamis. Hát az utolsó, hogy nem szereted a pizzát, az hamis. Igen. Szerintem szereted a halat, és nem szereted az olivabogyót. Nem, fordítva. Régen egyébként nagyon szerettem a halat, imádtam, most viszont szinte egyáltalán nem. Tonhalat azt nagyon szeretem, viszont azon kívül semmit. Uh-huh. Szeretem a pókokat, belenyúltam egyszer az óvónéni táskájába, és a harmadik, hogy félek a villámlástól, mendörgéstől. Jó. Előzetes ismereteim alapján, amennyire ismerlek, azt tudom mondani, hogy az első, tehát a pókos, és az utolsó, a villámlásos, az igaz. Nem, várjál. A pókos az biztos igaz. Hogy szeretem a pókokat? Ja, azt hittem, azt mondtad, hogy félsz. Akkor az első hamis. Az a baj, hogy én kinézem belőled, hogy te óviba kutakodtál a Zovó néni táskájába, tehát az kell, hogy igaz legyen. Mm. És az utolsó is hamis. Igen. Eltaláltam? Igen, van egy pont. Elmondod röviden, hogy mi volt a Zovó néni sztori? Hogy mi volt olyan fontos, amit kerestél a Zovó néni táskájába? Semmi igazából, csak, ja, csak kíváncsi voltál. Nem, megcsinálom, és belenyúltam, utána ez pedig a tipikus nem mered. Igen, és utána beköptek, de mindegy, mert nem vettem ki semmit, vagy ilyesmi. Csak egy kicsit megturkáltad. Soha nem nyertem még versenyt. A második az az, hogy estem már nagyon cikin versenyen, és a harmadik az az, hogy soha nem rúgtam még be. Jó, hát ez... Igen, hát az első már csak azért is tudom, mert lovagolsz, és hogy ott értél el eredményeket. És éppen ezért tudom, hogy estél már úgy. Tehát az első 2 az hamis, hogy soha nem nyertél, igen, és nem estél még. Tehát ha nem estél még, és akkor az... nem nyertél. Tehát az a 2 hamis, és az, hogy... Ja nem, mi volt az utolsó a verugása? Igen. Tehát az a hamis, igen. És hogy nem nyertél versenyt, és igen. A középső sztori, ami igaz. Ezt szerintem egyébként lovasok tudják, hogy olyan nincs, hogy versenyen még ne estél volna, úgyhogy írtóciki lett volna. Leesni egyébként mindig gáz, de vannak olyan vicces történeteim, amikor saját hibámon kívül sikerült leesni, ilyen, hogy elszakadt a kantár és hasonló dolgok. Jó. És annyira kínos, amikor úgy tudsz leesni, hogy végig szántod az egész földet, és mindened tiszta homok, és felállsz, és közben ott van mindenki a versenyen, és így néznek rád, hogy csóró, hogy leesett. Annyira kínos percek, vagy hát pillanatok, amíg kisétálsz a pályáról. Harapott már meg kutya. Igen. A második, hogy fejtem már tehenet, és a harmadik, hogy szeretem a húst. Az igaz, hogy harapott már meg kutya. Nem, nem lehet igaz. Azon gondolkozok, hogy láttalak-e már húst enni. Nehéz kérdés. Tehát. Na jó, hát akkor legyen az, hogy nem harapott még meg kutya,
nem szereted a húst, és fejtél már tehenet. Ez így van. Tényleg? Komolyan? És mikor fejtél tehenet? Ez is egy gyerekkori sztori. A nagymamámik szomszédjába fejtünk, a szomszéd odaengedett, hogy próbáljuk ki, de amúgy nagyon nehéz dolog szerintem. Igen? Volt már balesetem kocsival, kövér voltam kiskoromban, és a harmadik, az első kutyámat Oszkárnak hívták. Jó, hát most ezeket nem tudhatom, de valamiért úgy rémlik, hogy kövér voltál kiskoromban, nem tudom miért. Jó, hát az autóbalesetet hogy kell, hogy te vezettél? Úgy képzelje már? Hát nyilván. Akkor szerintem nem volt. Igen? Igen. Elhiszem, hogy Oszkár volt a kutyád. Igen? És mi volt a középső sztorid? Az, hogy kövér voltam kicsinek. Azt hiszem el inkább. És nem Oszkár volt a kutyád. Jobb lett volna, elhiszem Oszkár. Igen. Iszonyatosan kövér voltam kicsinek. Talán ez az egy olyan emlék így a kiskori éveimből, ami így kínosként maradt meg, és tudom, hogy iszonyatosan zavart a dolog, és majd mutatok képeket, mert nevetségesen néztem ki. Tudok kézen állni. Igen. A második, hogy gyűlölöm a szaloncukrot. Igen. És a harmadik mindjárt eszembe jut, mert elfelejtettem az volt. Ja igen, igen, az igen. Volt a harmadik. Gyűlölök mindenféle és fajta videójátékot. Szerintem... Úristen, de ezeket mondtál. A videójátékos... Az a baj, hogy mindről el tudom képzelni, hogy igaz. Jó, akkor az, hogy gyűlölöd a szaloncukrot, az hamis. Vagy nem. Az a baj, ebben meg én sem vagyok biztos. Jó, de amúgy ezt elfogadom igennek, mert nem igazán szeretem őket. Szóval. Jó, tehát akkor... De inkább tudod mit? Nemnek fogadom el. What? Inkább nemnek fogadom el. Ez így nehéz. Jó, akkor megvan egy hamisunk. Hibát vétettem. Mert nem jól fejeztem ki magam, igen. És ilyen formában, hogy ahogy kifejeztem magam, mindegyik hamis lenne, viszont az egyik igaz, és megadom azt az egy pontot, de találd ki, hogy melyik az igaz ezek közül. Egyszer, mintha mondtad volna, hogy van pár játék, amit szeretsz játszani. Tényleg? Mondtam? Igen. Biztos? Nem. Lehet. Kockáztassuk be, hogy Karola vagány, és szeret játszani. Szeretsz játszani? Szeretek játszani. És miket? Mik azok a játékok, amiket játszol? A Red Dead, amit végig is vittem, Skyrim, Need for Speed, Outlast, igen, de az PC-n, a többi eddig PS-es volt, Little Big Planet. Ha jól emlékszem, akkor a második körbe is eltaláltuk mind a ketten. És a harmadikba is, tehát döntetlen lett az állás. Aha. Tehát megegyeztünk annyiba, hogy döntetlen lesz, úgyhogy játszottunk egy jót. Ne felejtsétek el, hogy holnap 17:00-kor érkezik a negyedik epizód, ott találkozunk élő chatbe. Addig pedig nézzétek meg az elsőtől a harmadik részig az összeset. Köszönöm Karola, hogy eljöttél és játszottunk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor ne felejtsétek el lájkolni, iratkozzatok fel a Brodapest csatornájára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!